Kárpáti-medencéről érkeztek a NASZ pályázat résztvevői, hiszen nem csak magyarországi, hanem erdélyi, bárci, vagy felvidéki és kárpátaljai diákok is részt vettek ezen a versenyen. Sok minden találkozik itt és tér össze ezen a mai napon, ezen az eredményhirdetésen a Petőfi hív, a Petőfi 200, és talán az a gondolat is, hogy határa csak egy országnak van, egy nemzetnek nincsen. Ezt bizonyítja, hogy a határon túl is ilyen sok pályamunka érkezett.